Mentőhelikopterrel szállították a pécsi kórházba azt a másfél éves kislányt, aki kiesett egy lakás harmadik emeleti erkélyéről Szekszárdon a Tarcsai lakótelepen. Az orvosok sokáig küzdöttek a kislány életéért, ám az éjszaka során belehalt sérüléseibe. Ennek a Tarcsai lakótelepi társaság erkélyéről zuhant ki a 21 hónapos kislány hétfő délután. Úgy tudjuk, az édesanyja otthon volt a tragédia idején, az apa pedig éppen a lakás főbérlőjének adta oda a havi bérleményt a ház előtt, amikor kiesett a kislány az erkélyről. Úgy tudjuk, hogy a szülőknek van még egy gyermekük, aki az eset idején éppen iskolában volt. A helyiek látták, ahogy az édesapa szólítgatja az eszméletlen gyermeket, majd a karjába veszi. Akkor az édesapja látta, hogy jött hazafele pont, és az rohant fel a mentőkhöz. Továbbra sem tudni, hogy pontosan hogyan zuhant ki a kislány az erkélyről. Annyi bizonyos, hogy az erkélyen levő rács hiányos volt. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az elsődleges adatgyűjtés során megállapították, hogy a Tarcsai Vilmos utca egyik épületében a harmadik emeletről ismeretlen körülmények között esett ki a 21 hónapos kislány, aki ugye életét vesztette. Az eset körülményeit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán vizsgálják, ismeretlen tettessel szemben kiskorú veszélyeztetése büntett, gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. A hatóság a szülőket egyelőre nem gyanúsította meg semmivel, mert egyelőre vizsgálják, hogy szerepük volt-e a kislány kizuhanásában. Információink szerint az édesanyja sokkos állapotban van, a helyi pszichiátrián ápolják.